Először is sok szeretettel köszöntök mindenkit a nap utolsó előadásának, még a bemelegítő részét látjátok. Ugye a hátam mögött az én kis gárdám, ez a Békéssebő Löpölő Sportegyesület U17-es csapata. Egy hiányzóval, de ennek ellenére, és egy plusz játékossal, hiszen kaptunk egy feladót az U15-ből, mert van egy betegünk, de ez nem aggaszt minket. Ugye egy 1 óra 15 perces kis edzés résszel készültünk, ugye, aminek a fő vonala a mezőny védekezésből való támadás építés, az arra való edzés munkának az alkalmazása, ez a hogyan csináljuk mi, vagy hogyan csinálom én című rész lenne. Ugye mi általában minden edzést úgy kezdünk el, hogy erről még bemelegítenek, egy picit beszélünk, hogy nálunk a játékosoknak az adott edzés megkezdése előtt 20 perccel mindig benn kell lenni a teremben átöltözve, és ugye amit most itt nem láthatok, de minden játékosnak, akinek bármilyen problémája van bárhol, kap egy kinyomtatott gyógytornász, illetve egyéni feladatot, amit meg kell csinálni, és minden korosztályos kiemelt csapatunknak van egyfajta gyógytornász által összeállított bemelegítő feladat sora, ami durván egy ilyen 20-25 perc munka. Ez be van osztva a hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken a délutáni edzéseken, hogy az egyik nap csípőt és vállat, a másik nap csak térdelt, a harmadik nap csípőt és térdelt, a negyedik nap mondjuk vállat kell csinálni. És ezt a játékosok ugye általában megcsinálják, elkészítik, amikor elkezdik az edzést velük ugye 16 óra, 15 perckor, akkor mi már ugye magában az edzés kezdés, amikor én hivatalosan elkezdem az edzést, nincsen benne semmilyen olyan bemelegítés és egyéb olyan egyéni feladat, ami elvenni úgymond az edzés érdemi részéből az időt, hiszen azt a csapat megcsinálja. Tehát őnekik ezt ugye meg kell csinálni. Nyilván ez alól vannak kivételek, amikor mondjuk egy játékos nem ér oda, stb., akkor nyilván arra azért figyelünk. De általában hál' Istennek ebben a dologban nagy a rend és nagy a fegyelem, és minden játékos érti és tudja azt náluk is, és U17-ben, U19-ben, U15-ben a többi korosztályos csapatban, hogy ez azért értük van, és nem sajnálják úgymond a rávaló időt. Tehát ezért mondom azt, hogy ez egy edzés részlet lesz. Mi amikor elkezdünk edzeni, akkor nyilván az edzés fajtájától, illetve a bajnokság szakaszától függően vannak ugye az edzésnek a mikrociklusai felosztva. Itt ugye egy olyan rávezető gyakorlatsort kezdi most el csinálni, ami rögtön gyakorlatilag 0-0-nál edzésen az első labdarintéstől kezdve ugye a játékosok elkezdenek. Egy nagyon egyszerű pörgetés, pozicionálás, saját labda feljátszása, abból egy magas labda szituáció létrehozása, feladás ugye kereszt irányokba, szépen lazán ugye körbeforgással. Ezt most csak azért csináltuk, hogy ugye mindenki beérjen, és ugye magát az edzés részt ugye el tudjuk kezdeni. Én egy egylabdás tranzícióval fogok kezdeni, és most kérek mindenkit arra, lányok, megfogjuk a labdát, és elhelyezkedünk ugye egy olyan verzióba, ahogyan szoktunk, ugye egy labda nélküli sor, labdás sor, labda nélküli sor, jó? Háló alatti pörgetésekkel fogunk kezdeni, az alapvonal mögött van a labda nélküli játékos, mindig a földobás pillanatában alapvonal mögött, oké, köszi, megvan az alapvonal mögött. Nagyon jó. Ilyen előfordul néha, hogy megváltozik az akusztika a teremben, és nem ért a játékos. Oké, saját labda földobás, pörgetés háló alatt, egy pattanás, földobás pillanatában hasonfekvés, fölkelünk, följátszik a labdát, saját labda följátszása után még föl is kell adni, és szépen megyünk körbe, jó? Kettő kört csinálunk, mehet, csajok! Na, hajra, go! Amikor még ugye, azt szeretnénk, hogy még egy kicsit azért szokja a labdát, de azért meg legyen mozgatva, ez mindenféleképpen egy jó gyakorlat. Itt U15-ben is mi ezt már elkezdjük, földjük a játékosok figyelmét ilyenkor, hogy nyilván magában az ütés technikában is ilyenkor lehet fejlődni, hiszen ez egy előreindított bányítással, hosszú pörgetett ütéssel végrehajtó gyakorlatsor kell, hogy legyen. Ugye az elején, amikor ezt csinálni kell, akkor gyakran kezdik úgy, hogy földobják a labdát és izomból maguk elé leküldik a földre a játékosok. Itt nyilván ez egy tanítási folyamat, hogy legyen egy ellentétes láb kilépéssel maga elé dobott labda. Nagyon jó. Ezeknek számtalan variációja.
hogy a következő ütésnél már nem kell hasonló feküdni lucus majd, vagy föláll a kitti, hanem simán egyszerűen van egy négy magas térdemelés, egy fölugrásos pozícionálás, és most a saját labdád után mész, lányok, ne legyünk így, mert ettől itt, mert hogy kerültünk oda, öten, gyere. Tehát törgetünk, skip, fölugrás, bejátszás, föl kell adni a bejátszott labdát, jó? Kamilla, mehet? Természetesen ennek a gyakorlatnak is rengeteg variációja van. A kiegészítő mozgás, a skippelés, az ugrás, az előre-hátra mozgás, az oldalról bemozgás, tehát mindenféle olyan labda nélküli mozgást meg tudtok velük csináltatni, ami kell utána később a játékhoz, melegszik az ütővel, utána lehet ezt variálni már nyilván majd háló fölött, lehet felugrásból dolgozni, és itt szépen haladunk előre felé. Általában minden fajtából mi max. Mondjuk két kört csinálunk, és akkor utána váltunk. Nagyon jó, megint megállunk. Oké, a következő gyakorlat egy kicsit ilyen mezővédekezés fog jönni, tehát egymást kell dolgoztatni, ezt szokták szeretni. Nyilván nagyobb terem szükségeltetik hozzá, kis teremben a fal azért veszélyes szokott lenni, a briginek pörgetni kell, és valahova pattanok. Tehát akkora úgy kell föltenni, hogy ő neki egy küzdés legyen azt megfogni. Jó? Na hajrá! Mehet két kör. És ugye azért menni kell, bravo, bravo. És így megyünk. Lehet egymást egy kicsit próbálom szalonképesen mondani, tehát hogy nehéz helyzetbe hozni. Az abszolút nem baj az elején. Igen, hát rendes volt Luca. Nem akarta az irányítót bántani, mert tudja, hogy tőle kap labdát. Nagyon jó. Jó, rendben van, köszönöm. Amikor ezzel úgy nagyjából megvagyunk, és ez a fantáziátok szabhatát, mondom ezeknél a gyakorlatoknál, amikor úgy érzed, hogy bemelegettünk, akkor állunk egy labdás kettes labda nélküli ötös, labdás kettes labda nélküli ötös. Jó, egy körbeforgós történet jön, innen oda megyünk, onnan oda megyünk, onnan oda megyünk, innen pedig megyünk oda. Pörgetés, védekezés, Ramona feladunk, Lee-től van egy visszalabda utána, jó? Oké, mehet. Ez is egy sima. Már ugye haladunk előre az edzésben afelé, hogy majd csapatjáték lesz, majd szaladás lesz, majd védekezés lesz. Ez is az alaptól indul, tehát mindenki csak simán beáll egy helyre, nem kérünk még semmilyen aktivizáló lépést. Nem szoktam még kérni az elején semmit, aztán nyilván, ahogy megyünk előre magában ebben a gyakorlatban, utána ki lehet ezeket egészíteni szintén mindenféle fajta előaktivizációval, egy keresztlépéssel, egy hátralépéssel, egy visszamozgással, lehet indítani különböző testhelyzetekből a játékosokat, és nyilván itt a vége ennek ezek a visszalabdák, ezek nyilván a kicsikét a mozgékonyságot, meg a bemelegítést elősegítik. Nyilván ez erről az oldalról is megtörténik, és most nem fogunk átállni a másik oldalra. Nyilván megtörténik innen négyesből egyes oldal felé is. Általában egy két kört szoktunk ebből csinálni. Nagyon jó, köszönöm. Ennek megmutatok egy másik verzióját, amit szintén szoktak szeretni a játékosok, bár ezt ilyenkor ebben a gyakorlatsorban nem szoktam betenni, csak ezt az érdekességképpen hoztam, hogy mindenkinél van labda. Kamillával, te kezdve a gyöncse. Jó. Aki a labdát pörgeti, az a játékos, annak kettő darab feladást kell végrehajtania. Ugye elpörgeti a labdát a védekezőre, a védekező a kezében lévő labdát eldobja, majd a pörgetett labdát is felvédekezi, a Kamillának, illetve az Orsinak mind a két labdát szépen négyesbe fel kell tenni, nincsen további szűkítése a gyakorlatnak, rá kell jönni a tempóra, meg az ütemre, hogy mekkora labdát dobunk. Na nézzük, sikerül-e? Oké, nem nagyon sikerül.
Oké, gyere, gyere. Nyilván az első labda nem kell, hogy nagyon magas legyen, akkor meg lehet csinálni, hogyha az első labdát nem dobjuk nagyon magasra, sugok. Így, ahogy itt a Brigitta meg a Gréti, és pontosan kell itt is dolgozni. Ez is nyilván mind a két oldalra működő gyakorlat, tehát nem csak egy oldalról dolgozunk. Oké, lányok, érdekességképpen váltsunk oldalt, jó? Tehát menjen a védekező egybe, menjen a pörgető, legyen szíves a négyes oldal felé, úgy van. És most a másik oldalra is, és nyilván minden ilyen gyakorlat működik mind a két irányba. Én azt szeretném elmondani, hogy egy kicsi kiegészítés ide, hogy én egészen az U21-es korosztályig, tehát minden korosztályos csapatnál, én nekem nagyon fontos az, hogy ugye variábilis edzések legyenek, én nem szeretek úgy gyakoroltatni semmit, sem mezőnyvédekezést, sem feladást, sem ütést, hogy csak 15-öt csinálom belőle, és akkor kész. Mindenféle tulajdonságot, teljesen mindegy, azt minél többféleképpen, minél többfajta mozgás anyagból összerakva kell tudni végrehajtani a játékosnak, mert a röplabda is ilyen szerintem. Tehát ott nagyon ritka az, hogy 5 egyforma labda érkezik például egy nyitásfogadóra. Tehát olyan, szerintem olyan nagyon-nagyon ritka, vagy 5 egyforma feladásunk van, vagy 5 egyforma védekezésünk van. Tehát mindenféleképpen ez egy fontos dolog. És mindenkinek tudnia kell egy alap feladást, egy alap védekezést, egy alap technikai elemet végrehajtani, és ezzel nincs kivétel, a 190 centis Lincinek is meg kell tudni csinálni, meg a 160 centis Zoénak is. Jó lányok! Köszönöm! Oké. Labdákat kérném szépen ide. Oké, hogyha nagyjából bemozogtunk, akkor elkezdünk egy kis rávezető gyakorlatot, ugye? Ugye 5-ös, 6-os és 1-es 6-osba állunk, egy-egy páros van a pályán, többiek az alapvonal mögött, rólan fogja indítani a labdát, mindig ahol hibázunk, innen lehet, hogy onnan legyünk, és oda kezdjük keresztbe, jó, mindig 5-be. Oké, hát ez biztos mindenki ismeri, ez nem annyira bonyolult, ez csak nyilván a lányok miatt mondja, kicsikét bele jöjjünk ugye a terembe, ez egy sima, egyszerű 2-es komplex, mindig csak keresztbe lehet a labdát pörgetni, ez már felugrásból történik, és menni kell a túloldalra, fontos, hogy ilyenkor a játékosok az alapvonal mögött nem cserélnek helyet, tehát az 1-es oldalból 5-ös oldal lesz, az 5-ös oldal majd 1-es oldal, amikor átmenjünk, oké? Okay? Kinga kapja rajta a labdát, bejátszás, Kitty feladja, Kinga pörget keresztbe, és így folyamatosan dolgozunk. Ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy itt a legfontosabb az elején mindig azt kérjük, hogy nem tesszük hálóra a labdát, próbáljuk a hosszú átlót, a hosszú irányokat eltalálni először. Luca, gyere le a pályára, légy szíves. Gyere, gyere, gyere. Minden komplex gyakorlatban kell egy kis idő, ezt mindig magamnak edzőnek szoktam mondani, hogy kellő türelemmel viseltessek, mert mindig kell egy kis idő, ameddig bele melegszenek a lányok, eltalálják az átlós irányt. Hogyan kerültünk megint ide, 76-an csajok? Egy embernek nincs párja, tehát nyilván tolódni kell gyerekek, tehát nem mindig ugyanazzal vagyunk párba. Tolódjatok, mert 13-an vagyunk. Menjen át a végéből két párosnak, látjátok, hogy 6-an vagyunk itt, mint edzésen, nem kell nézni, hogy ott azon most már nem, egy olyan van. És tessék tolódni lányok, mert 13-an vagyunk, nem 14-en. Ez is egy edzésszervezés, ez az én hibám, hogy nem mondtam el, nem hívtam fel a figyelmet nekik az elején, hogy páratlanul lettünk. Ugye mindig az alapkövetelménye ennek a gyakorlatnak az, ha nem megy, akkor azt szoktuk mondani, ez is, hogy megállunk. De hiába mondjuk, mert néha nem hallunk. Hogy felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy az a feladat, hogy keresztbe pörges labdát. Hát ilyenkor nem szeretnénk azt látni, mi edzők, hogy 6-osba hibázunk, 1-esbe hibázunk. Ha nem jön jól a feladás, vagy nem tudott jól pozícionálni a játékos, akkor elmondjuk nekik, hogy lányok, nem probléma, nem sikerül ütéssel az első kettő, csak a gyakorlat folyamatosan menjen, mert a labdához való pozícionálás, meg bejátszás, a mezőnyvédek az edzésnek a része. Kezdjük el előre, innen Rolandtól, Brigitta kapja a labdát. És ilyen gyakran van, és ezzel gyakran találkozunk edzésen, hogy nagyon szeretné a játékos, csak nem mindig úgy megy a szekér. De akkor át kell tenni kosárra, vagy rá kell pörgetni, hogy meglegyen a labda bejátszás. Ebben a gyakorlatban ugye nagyon fontos az, hogy ne tegyük a feladásokat hálóra,
és hogy a labda bejátszás az, ahogyan egy mezőny védekezést nagyjából megkövetelünk, azok nagyjából érkezzenek a pálya közepére, hármas helyre, másfél méterre, két méterre a hálótól, és onnan tudjunk föltenni egy magas labdát. Bravo! Nem baj, továbbra is le kell venni, rájuk a hálóra a labdát. Általában látjátok, azért, ha megáll a gyakorlat, vagy nem sikerül, akkor annak mindig valamilyen alap, pici, apró technikai hiba az oka. Tehát vagy túl bemegy a védekezés, vagy nem képes a játékos keresztbe ütni a labdát és üres területre üti, vagy a feladás nem teljesen pontos. És van olyan is, hogy én úgy szoktam hívni, hogy nem egészen érte a játékos, amit kérsz tőle, és akkor kicsit reálmensebben el kell nekik mondani, hogy a lényeg, hogy a labda maradjon a levegőben. Köszönöm szépen ennek, állj meg! Nyilván ennek van a másik verziója, amikor a másik oldalra dolgozunk, tehát ugye kettes oldal felül indul a támadás, mert itt is törekedjünk, lányok, arra, hogy a folyamatossága meglegyen a védekezésnek, a magas labdának. Szép volt, nem baj, hogyha nem jön jól, igazítsd ki a gyakorlatot. Ugye edzés szervezésileg, ugye ez azért fontos, hogy megcsináljátok mind a két oldalt. Kiti, tedd át kosárra, légy szíves liberóként, jó? Tehát tényleg már. Azért fontos, hogy mind a két oldal meg legyen csinálva, hiszen nyilván utána 15 perc múlva, amikor mezőnyvédekezéshez ér a dolog, akkor már elvárás lesz, hogy mind a két oldalra felmenjen a labda, mind a két oldalról tudjanak rá pozícionálni, mind a két oldalról sikerüljön a feladásra rálépni. Ugyanannyi darabszámot szoktam csináltatni. Általában körbe megyünk, vagy időre dolgozunk, és akkor azt mondjuk, hogy 5 perc, vagy 3 perc egy szakasz, vagy pedig ugye megvan szabva, hogy mondjuk 2 kört kell így menni, 2 kört kell úgy menni, vagy 3-at, és akkor az adott játékos számolja azt. Oké, és nyilván ennek a része, oké, megint megállunk. Ennek a része az, amikor csak vonalba kell, ez a, ugye általában ez szokott lenne a legnehezebb. Hát ez nem ment a legszebben, ez a keresztirányú labda, de nem gond. Ugye csak vonalba dolgozunk, tehát az ötös bejátsza, föltesszük, egybe pörgetünk, ötből feladunk, onnan kettőből ötbe dolgozunk, és így tovább. És ilyenkor ugye ugyanúgy megvan az egyoldali csere a játékosok között, de azt tud tőlük kérni, hogy 2 körönként itt viszont helyet kell cserélni az alapvonal mögött is, hiszen ugye itt most csak egy oldalról, tehát csak onnan fog jönni az ütés-védekezés, és csak innen fog jönni a feladás. Ezért, hogha elfelejtünk helyet cseréltetni velük az alapvonalon, akkor lehet, hogy 6 perc után rájövünk, hogy már Ramona 17-et ütött, a Dettyreg még csak 6-ot feladott, úgyhogy ez nagyon fontos, mert ugye a vonalba való pörgetés a mezőnyvédekezésnél szintén fontos. Szép volt, nem baj. A balkezesek ugye egy kettes oldalról előnyben vannak. Általában ugye a mi sportágunkban, de egyébként más sportágban is, de mi nálunk a rossz kéz oldalról jövő labdák, ugye azok a legnehezebbek egy játékosnak. Általában a legtöbb sérülés és a legtöbb probléma egy derékkal, egy vállal és egy térdel, az mindig akkor történik, amikor rossz kéz oldalról érkezik a labda, és arra a játékos esetleg nem jól pozícionál, lemarad róla, bentebb van a labda, kintebb van a labda, de azért megpróbálja megoldani. Borzasztó módon ugye csavarodik ilyenkor a törzs, tehát hogyha ebben nincsen pontosság, akkor látjuk, hogy nagyon nehezen csinálják meg a játékosok, mert itt látunk mindenre példát, tehát látunk példát arra, hogy jó a feladás, jó a pozíció, jó az ütés, és látunk arra is példát, amikor bentebb van egy feladás, nem lép a lábbal alá a játékos, nem pozícionál jól a játékos. Csak kicsit, mikor elmúlik a stressz, meg az izgalom, meg elhallgat a hangom, akkor egészen jól elkezd a csapat dolgozni, de ez nem baj. Ezek szintén olyan gyakorlatok, aminek egyébként megvan a variabilitása, tehát ezekben a gyakorlatokban, hogyha mondjuk két edző dolgozik egy korosztályal, akkor lehet ugye plusz feladatokat adni,
amelyeket most megint csak az idő rövidsége miatt nyilván nem mutatunk meg. Ugye meg lehet követelni például egy ütésbiztosítást, tehát a Brigitta feladta a labdát, és meg lehet tőle követelni, hogy el kell menni, meg kell érintse a hálót közvetlenül a támadó társa mellett például. Lehet csinálni a feladás után egy gurulást, egy hasonfekvést, lehet az ütés után csinálni rögtön egy blokkot például, most Lince megmutatja, ütünk, blokkolunk. Ütünk, blokkolunk, oké. Okay. Hát ilyenek, rengeteg ilyen apró cseprő, kiegészítő gyakorlatot tudtok belevinni abba, hogy eljussunk odáig, hogy oké, bemelegítettünk, nagyszerű. Oké. Köszönöm. Jó van. Nagyjából ugye ez durván annyi edzés kezdéstől, hogyha az előbb elmondottak szerint ugye mi már ilyen egylabdás tranzícióba megyünk, utána két labdával ide el tudunk jutni, ilyenkor általában dobunk egy ivószünet, az úgy gyorsan iszunk, összeszedjük a labdát futásban. És akkor rátérünk arra, hogy ugye mezőny védekezésből való támadás szervezés. A U17-es korosztálynál vagyunk, ugye amikor a miniből, a 4-4 elleni játékból feljönnek a játékosok 6-6 ellen, akkor általában minden sportegyesületben vagy minden egyesületben kell egyfajta irányvonalnak lenni, hogy mi mit szeretnénk tanítani, tehát mi az, amit mi szeretnénk elérni a mi csapatainkkal, tehát hogy milyen rendszerben adunk föl, milyen labdákkal röplabdázunk, gyorsat, magasat, mikor kezdünk el tanulni hátsósort, a hátsósoros támadójátékot hány zónába építjük föl, az ehhez való mezőnyvédekezésből mi hogy szeretnénk az ehhez való mezőnyvédekezést kialakítani, alapdirektívákat meg kell határozni már U15-ben, hogy a játékosok tisztában legyenek azzal, hogy amikor a túloldalon történik valami, akkor ezen az oldalon neki kell, hogy legyen egy viszont válasz, tehát rögtön egy reakció. Ez U15-ben kerül kialakításra, ha feladás helye X méterre van a hálótól, ez történik belőle, ha itt a feladás helye, az történik belőle, ha magas labda védekezés van, akkor hova kell húzódni. Ezt minden sportegyesület saját magának megszabja. Nyilván vannak úgymond nemzetközi elfogadott trendek ebben, amikor ugye azt mondjuk, hogy mondjuk egy mezőnyből feladott magas labdára nem védekezünk le, a liberóval 3 méteren, ezt általában sehol nem látjuk. Ezért nyilván mi is azt mondjuk, hogy a magas labda védekezésnek megvannak a különböző pozícionálásai. Ezt a játékosoknak ugye U15-ben, mikor fölvisszük őket nagy pályára, akkor ilyen ide dobom, feladom, megfogom, elkapom, megcsinálja a mozgást a csapat, bepozícionál, visszarendeződik egy blokkhelyzetbe, vagy egy támadás elleni védekező kiinduló helyzetbe. Nyilván ők már ezen túl vannak, és azért U17-es korosztályt választottam, hogy ne ezzel foglalkozzunk most, hogyha A-ból B-be adjuk a labdát, akkor neki merre kell lépni, ezt most nem fogjuk elmondani, hanem látni fogjátok. Tehát megpróbálunk ugye dolgozni egy csapatjáték gyakorlattal, jó? Elrendezem mindjárt a lányokat, és akkor innen folytatjuk. Na, jó, azt mondja, hogy úgy kezdünk, hogy Detti megy védekezni egybe, jó? Tehát a Roli fog a Dettire dolgozni, az lesz a HB, jó? Tehát megy a Detti egyesbe, jó? Hol a Detti? De szépen menjél már, de gyorsan, menjél egyesbe, tempó, tehát nézzel rá, mint Rozi, menjen Zozi hozzá föladni ötbe, jó? Oké, Ramszesz, gyere, egyesbe menjél, tehát, hogy... Oké, te vagy egyben, jó? Másik liberó, két center, Luca meg Lince menjen középre, Kamilla marad nem pihenni az első körbe, jó? Menjen a két átló pozícióba, Brigitta megy hatba, a Rami oldalára, a Lili megy 4-be, magas labdára az oldalra, Lencse 4, Kinga 6, pihen. Oké. Az első feladat, amit fogunk csinálni, ugye felállt a csapat, nyilván van akinél 14-en vannak, 13-an vannak, nyilván ez amikor valaki pihen edzés, akkor nem itt szokott mellettem áldogálni, hanem van neki dolga, elmegy falazni, vagy valamilyen plank feladatai vannak, vagy csak technikai képzést csinál, vagy bármi ilyen, tehát mindig van feladat. Ugye jelen pillanatban ugye egy rögzített játékhelyzetből indított játékot fogunk csinálni, az egyik oldal ugye mindig egyes oldal felé fogja kapni az ütést, ezt hívjuk mi mindig magas labdás szituációnak a védekezésben. Ugye odáig elpozícionálják a játékosokat, hogy innen indítja az edző az oszlop mellé az ütést. Luca. Tehát itt van a blokk. Itt van a biztosítás, ugye? Mert elvileg a Gréta üt. Tehát ugye ez egy alaphelyzet, amiben beállunk. Lencse kijebb megy, Linci vissza a hálóhoz. Jó, ide fordulsz. De ide. Oké. Nagyjából ugye ez amikor ideig eljutunk. Innen
elindítjuk majd a mozgásokat, onnan biztos, hogy a feladó védekezik, ha a feladó védekezik, akkor az egy magas labdás szituáció, hiszen feladó már feladni nem fog, valószínűleg a libero nem ad beszúrtat, bár néha még arra is képesek már a világban, de azért még egy U17-ben itt nem tartunk, tehát abból egy három helyre feladható történet fog következni, vagy egy magas kettes, vagy egy magas négyes, vagy egy magas hatos, azaz pipe labda fog történni. Itt kell még azt elmondjam, hogy mi nálunk például ugye a védekezés, visszatámadás, nyitásfogadásoknál mi a hátsó soros támadási zónákat négy zónára osztjuk, és ezek a gyerekek is ugye az egyes és a hatos védekezőnek a támadási zónáit 2-2 zónára föl tudják már osztani. Van egy bentebbi, mindegy, hogy hogy hívjuk, meg van egy kintebbi egyes támadónak a hátsó soros támadó zónája, és a hatos pipe, azaz a középen hátsó sorban való támadás is a feladóhoz közelebbi és távolabbi zónát különböztetünk meg, amikor ugye nyitásfogadásból vagy freeball szituációból támadunk. Amikor magasabb a szituáció van, akkor ilyenkor a gyakorlásnál ezt mi még nem mondjuk el az elején, hanem csak ugye egyszerűen a hátsó soros hatos labda, az a pálya közepén hatos labda. Ezt most csak el kell mondjam, hogy az én csapatom ne kezdjen el gondolkodni, hogy milyen hatos kell adni. Ebből kilakintunk egy játékot, ugye, hogyha egyedül dolgozol edzőként, akkor egyet odazúzol keményen, abból van egy játék. A magas labda szituációra ennek a brigádnak védekeznie kell, tehát nyilván a centernek, amikor megtörténik az ütés, meg a négyesütőnek, a mérkőzésen tisztában kell vele lenni, hogy első vagy hátsó soros a feladó, hol van a megbeszélt blokk pozíciója a négyes játékosnak, figyelni kell a libero játékosnak ugye a testtartását, mozgását, elővételezni kell azt, hogy abból a mi általunk egyesbe támadott, ejtett, ütött labdába, amit direkt az ellenfél irányítójára teszünk, hogy arra kényszerítsük az ellenfelet, hogy ő egy biztosan általunk tudott helyről támadjon vissza. Ezért nyilván ennek a csapatnak ezt meg kell próbálnia kisakkozni, hogy hova fogja tudni feladni a labdát, hogy a feladó védekezésből a libero játékos. És akkor abból szabad játék van, nyilván rátok van ez mindig bízva edzőként, hogy meddig engeditek. Hogyha nagyon-nagyon szituációs gyakorlat van, akkor sokszor elég csak addig engedni, hogy egy támadás a libero, a feladóra, abból egy feladás, és abból egy védekezés, és a következő adatban nem szabad visszaütni, hanem el kell kapni például. Ez egy nagyon-nagyon szituációs gyakorlat, akkor nagyon sok ütés belefér ugyanabban a szituációban, ugyanazt a mozgást gyakorolja a csapat. Ha pedig már közelebb vagyunk egy kicsikét a mérkőzéshez, akkor én szoktam nyilván engedni, abból legyenek is szabad játék, és mindig az edző által indított labda az a pont, amikor ugye vissza kell rendeződni. Nyilván a következő labdát pedig innen ugye az ötös védekezőre szintén hosszúra fogjuk ütni, azt majd ütheti Roli is, ezt én szoktam, mindegy, és akkor abból pedig megint egy szabad játék van, ahogyan sikerül a védekezés. Na nézzük meg egy 5 percben ezt, hogy hogy néz ki. Mindjárt forgom, mert még ne hülyek ki, jó? Mehet, Roli! Vezényelj! Magas, halljam a hangot! Halljam a hangot! Magas! Vár! Jó, oké. Ásik, ott biztosítunk. Oké, én gyere, Roy. Itt bokkolunk, biztosítunk, magas! Biztosítunk. Nagyon jó. Nem, oda mehet, csak szépen. Gyere, mindig jössz biztosítani, hopp, fölép és vissza. Vár. Nagyon jó. Megállunk. Ide még egyszer, légy szíves. Tessék jönni 16-ba, ugye itt volt egy picike hiba ennél a 4-es helyre föltett labdánál. Ugye mi nálunk egy picit ugye az alapvédekezés, ugye egy magas labdán, vagy egy hosszú védekezés, amikor a libero játékos elmegy hosszúba, a leszakadó játékos érkezik ki körülbelül az élesen, keményen keresztbeütött, lerövidített hámeti labdák, és a hatos védekező megy el úgynevezett 16-os, vagy ilyen köztes védekező pozícióba. Nyilván mindig attól függ, hogy ezt szoktuk, el szoktam mindig mondani, mert szokott ilyen párbeszéden, hogy hova mentél, miért nem mentél, de hát hogy ez volt a feladat, hogy mindig van egy ilyen varázsszer, hogy a labda. Azt mindig szoktam mondani a játékosoknak, hogy oké, hogy neked teljesen ide kell állni, de hogyha a labda 4 méterre bejebb van, akkor légy szíves, ne áldogálj itt. Tehát nyilván ide el kell jutni, de mindig egy alap védekezési rendszert kell csinálni. Tehát elindul a labda, és Brigitta majd ne felejtsen egy kicsit, Rami, gyere hátrébb szívem, mert benne állsz nagyon, gyere, mert az a hármas. Oké. Okay. És fel. Kettő.
Nagyon jó. Másik oldal, semmi baj. Csináld meg mindig a mozgást. Közben, ugye amikor edzés van, akkor egyébként általában én üvöltök, tehát hogy lehet, hogy azt hiányzik, mert mindig szoktuk egy kicsit segíteni, hogy jó, nem jó, kicsi háló, nem háló. Most már be lehet-e ütni, mert elfáradunk. Oké. Nagyon jó volt. Mehet még egy-egy. Jó, Loli, menj át a másik oldalra. Ugyanez a feladat, csak nyilván ugyanígy onnan magasabbra, innen bármi, amikor vonalba érkezik a feladóra a támadást, tehát olyan vonalba dolgoztatja ott a feladót, itt pedig majd értem szene a liberót, és az abból való játék. Ugye mi a különbség a kettő között? Ki tudja megmondom, mi a különbség a kettő között? Na? Az idő. Ugye az időfaktor az mindig nagyon nagy különbség, ugye amikor egy kettes oldalból feladóra történő ütést kell védekezni, az mindig időben picit több, mint amikor ugye négyes helyről érkezik vonalba, akár egy ejtés, akár egy keményebb ütés. Tehát nyilvánvaló, ilyenkor mindig egy picikét jobban kell figyelni, egy picikét jobban fejben ott kell lenni a játékosnak az adott feladaton, mert nem sokkal, de kevesebb ideje van fogni azt, ami történik, és nyilván a feladónak, vagy a ilyenkor a védekezését, aki megcsinálja, muszáj ugye ezt magasan és befelé a pálya belső felé tudatosan irányítani. Jó? Itt ugyanaz a feladat, hogy ott a blokk, itt ugye leszakadunk, és megyünk oda ütést biztosítani. Mert... Bravo, Lili. Oké, megy a másik oldal, és majd egyet cserélünk majd, jó? Mehetsz majd a következő, menjél be a Luca helyére. Menjél be, és menjél be. Igen, igen, cserél. Megállunk. Ugye ilyenkor mindig látjuk az első hibát, volt egy magas labda szituáció a szélére, és bent maradt a liberunk, vagy már nem ért ki, vagy már elfáradt. És megkaptuk a hosszú ütést ugye jobbára, és nem volt megfelelő pozícióban most a Zoé, és innen ezért tudott ugye a Lina ebből egy viszonylag sikeres hosszú ütést ütni. Mert még semmi baj, Zozi, nem azért mondtam, csak ez egy olyan szituáció volt, amikor ez fontos. Oké. Okay. Ugye mi hiányzott most, hogy nagyon jól mondta a center aktivizált erre, hogy bent, szólt a center, hogy bent, és a feladó átlón kettes pozícióban, nem vettük ezt észre, lemaradtunk róla, nem tolódtunk be eléggé a labdára, és simán megnyílt az út, ahol Lili el tudta pörgetni a labdára. Ezeket mindig edzésen, mindig javítjuk, elmondjuk, mert ezekre most csak azért hívom fel a figyelmet, mert nyilván jobb, nem baj. Ami nagyon lényeges, hogy ugye látjátok a túloldalon, még egyszer csináljuk, mert nagyon szépen csináltam most a Ramona meg a Kitty. Ugye ez is egy, ez megint csak klubja válogatja, én mind a két játékos szeretem 4 méteren elő tartani. Fontos egyrészt azért, mert a másik rátett labdákra ugye a pálya belsejét fontos védeni. Az irányítónak amúgy sem probléma, hogyha nem húzódik el 6-8 méterre még a feladás előtt. Illetve ugye nyilván nagyon-nagyon fontos, hogy a mai modernebb gyorsabb röplabdában az első szándékú támadások az elől, meg a hátul center tyúkok, azok nagyon-nagyon gyorsan érkeznek. És azokra a labdákra csak egyetlen egy esélyünk van, egy gyorsan, meredeken, keményen megütött labdára, hogyha egy nagyon gyors reflexből, hátralépésből tud védekezni. Most még itt ugye nem láttunk ilyet, hiszen itt magas labda van, meg ott sem mindig alakul ki ez, de ezért nagyon fontos, hogy a két játékosnak elő kell lenni, és mi ezt ugye úgy tanultuk, hogy mi ez, lányok? Mi ez? Háromszög. Egy egyenlő szárú háromszög. Tehát nyilván a Kingának ugye 7 méteren, Brigittának is, és akkor ebből indulunk. Jó, na mehet még egy. Miért? Nem baj, szép volt.
Másik oldal. Na itt már láttuk, hogy elkezdték a lányok egy kicsit élvezni, ha beletettünk centerlabdát, ami abszolút nem baj. Itt volt egy szép zárás. Továbbra is nagyon-nagyon fontos az, hogy most a lányok nyilván azért, mert mikrofon van, meg sokan vagyunk egy kicsit, de a hangerő bele kell, hogy kerüljön az edzésbe, de nálunk mindig kötelező ugye megmondani a liberónak, feladónak, a freeballt, a magas labdát, hány támadó van, tehát folyamatosan beszélni kell mind a két oldalnak, és adni az információkat. Na mehet még ebből. Bravo. Biztosítod. Gyere. Jó van. Hát ez egy ilyen alap mezővédekező gyakorlat volt, ugye ez a, úgymond ez talán a fölöli ezt a szegmensét, hogy 4-es, 2-es támadáson magasabb egyebek. Mi szoktunk egy picit nehezíteni ezen a dolgon, és van egy olyan gyakorlatunk, ami egyébként nyilván a úgymond főleg U15-ben, U17-ben, de egyébként szerintem lehet a felnőttben is, tehát Gábor lehet, hogy megerősít engem ebben, nagyon nagy jelentőséggel bír, amikor egy csapat nem egy kidolgozott védekezésből, hanem valamilyen elpattanó labdából kell visszaépítse a saját támadó játékát. Ezért ez ugye úgy szokott kinézni, hogy általában mindig edzőként indítunk egy labdát, és ez mindig egy nehéz labda, vagy van olyan helyzet, ami mondjuk egy blokkról lecsorgó, blokkról elpattanó labdát kell visszahozni, és abból támadást építeni. A másik oldalnak pedig ezt le kell kommunikálni, tehát hogyha látja a másik oldal, hogy abból 6 méterről van feladás, akkor ez egy magas labdás szituáció. Ha látja a másik oldal, hogy a blokkról lepattan a labdát, vissza tudtuk emelni a hármason belülre, és belépett a feladó, akkor az egy gyors labdás szituáció, hogy abból bármi lehet. És van a harmadik verzió, amikor látjuk, hogy nem bír belőle támadást építeni az ellenfél, hiszen úgy pattant el a blokkról, és bár még megvan mentve a labda, de már nem jön belőle támadás, az pedig a free ball, vagy magyarul a potya. Ezeket mindig hangerővel bírni kell. Én így jutom az elsőt, jó, és akkor utána Roland adat. Ilyenkor mindig csak egy alapba állunk, mindenki, és akkor elkezd az edző genyózni, már nem figyelnek rá, és akkor ebből indul a játék. És már megy a Rolandtól, és ugye ezt általában nagyon pörgetjük, egy ilyen 10 perces szakaszok szoktak lenni. A feladóknak ilyenkor nem gyakran felmegy a pulzusa, ilyen 170-180-ra is. Bravo. És akkor nem hagyjuk, hopp, nem hagyjuk, hogy ennek a labdamenetnek vége legyen, azaz. És a hangerőt bele kell tenni, azaz. Nem baj, a játék tovább. A cseréjére Luce egy kicsit a Lincivel. Ugye alapfeladat nálunk, ami mezőnyvédekezésben, meg főleg védekezésben gyakran elmarad. Ugye a center játékosok, amikor elkezdenek fáradni edzésen, akkor ugye gyakran látjuk azt, hogy hát lép egyet, aztán gondol magában, amit most nem mondok ki, mert készül felvétel. Az sem baj, mert nyilván tudjuk azt, hogy a meccsen is van olyan, hogy a negyedik szedben, amikor egy center mondjuk benn van a három első szituációban, és mondjuk van 12 ilyen labdamenet egymás után, amikor neki blokkolni kell, kimozogni, visszatámadni, blokkolni, akkor valószínű, hogy már mindenki ott veszi a levegőt. Egyet mindig meg szoktunk követelni, vagy én mindig kérek egyet, hogy bármi történik veled, ott nem maradjál tátott szájjal, ahol rád esett a pulzus mérő, hanem szépen lépjél ki. Mindig nagyon fontos ez, és ez mindig így finoman presszionálni kell őket arra, hogy igen, legyen annak tudatában, hogy ha lemaradtam blokkba, nem értem oda blokkba, nehéz helyzetbe került a mezőnyvédekező, mert zilálblokk van, jön egy nagy ütő keményen, akkor sem szabad föladni annak a labdamenetnek a megnyerésének a lehetőségét, és bármennyire is elfáradt egy center, a centerek nagyon-nagyon fontosak
nem csak abból, hogy a blokkot ugye hogyan csinálják és hogyan adják, hiszen egy normálisan föltett blokk a mezőnyvédekezést értelemszerűen segíti, hanem nyilván az utána való visszatámadásban is fontos ő, hiszen hogyha nem is tudtunk blokkot rakni, de mondjuk kiléptünk egy ejtés, és még nem is ejtés jött, de már a visszatámadáshoz már egy másfél méteres pozícióban vagyok, ahonnan már tudok állni, és esetleg ellépni, visszatámadni. És ez a legfontosabb, tehát hogyha még le is maradtunk, nincs is meg a tempónk, az sem baj, de nem szabad nem maradni a háló alatt. Ez minden blokkvédekezésnek és a mezőnyvédekezésnek a legfontosabb ismérve egy centernél. Na mehet, Oli. Na most akkor kicsit pihentünk. Hangerő, Zoé, mi van? Hangerő, hangerő, hangerő. Magas, magas, magas. Bravo, bravo. Belé. Gyere, gyere, megvan, magas labda! Hosszan ütő! És gyere, Kamilla, gyere, Kamilla! Azaz! Bravo, Linci! Beszél, beszél, beszél! Megállom! Egy másik alapvető, ugye azt kell mondani, hogy nem baj, Detti, semmi baj. Ugye Detti az U15-ös csapatból csatlakozott, mert a másik feladónk ő sajnos most nincsen itt, ezért még néha nem szokott ő velünk edzeni. Tehát amikor ugye egy center kilép egy ejtésre, és ezt te irányítóként érzéked, akkor övé az ejtés, mert akkor tiéd a második labdát, tehát akkor segített neked, akkor már te nem ennyérte, hanem várd meg, amíg ő megmente a labdát, és lépje be, és abból váltsál oldalt, és egy hosszú labdával vitt ki a bolyból a támadásnak a súlypontját a másik oldalra. Oké, na mehet még egy kicsit ez. Gyere föl. Én jövök. Könnyű volt, Zoé? Magas! Bent! Segítsünk, segítsünk! Mehet, Zoli! Kettő! Nagyon jó, én jövök, figyelj! Csak egészen nehéz dolgokat is szoktam csinálni. Mi van? Ne legyezzél, menjél! Menjél, szaladjál, ne legyezzél! Azaz! És jövünk vissza, jövünk vissza! Jó. A vágy szeműek biztosan észrevették a labdamenetnek az egyik legnagyobb hibáját, hogy egy magas labda szituációból a libero belépett hármas helyre, és már Kitty tudja, hogy mit fog mondani, belépett hármas helyre feladni a labdát, és föltette pipe-ra, ugye, tehát középre a Brigittának. Ugye mindig ez egy alap, hogy a mezőny védekezés megvolt, be kell lépni a súlypontnak és az ellenfél blokkjának a szétbontása, az a libero játékosoknak és a feladó, nem feladó játékosoknak is ugyanannyira fontos. Tehát középről középre nem adunk labdát sosem, egyrészt azért, mert az a legrövidebb idő talán, ami ugye itt a blokk szétbontására alkalmas lenne, hogy fölemeljük ide közép, és jaj, de jó, mert keveset van a labda a levegőbe. Igen, de általában ezekben a szituációkban, hogy amikor középre torlódik a játéknak a súlypontja, akkor az ellenfél blokk védekezése is középre tolódik, és nyilván az ellenfél centerjének sokkal nehezebb valamilyen másik szélső pozíciót fogni, mint ugye középről egy föltett labdára akár hármas blokkot is kapni. Ezt gyakran látjuk, és látom Gábor barátomat, hogy jót mosolyog rajta, mert ez bizony még a felnőtt extraligában is elfelejtik játékosok, hogy ez azért nem annyira jó dolog. Na, az utolsó labdamenetet én indítom, mert én ilyen rendi vagyok. Azaz. Vár. Gyere, befele. Orsinak ki kell lépni, nem szabad elveszteni a kontrollt. Bravo, Lencse. Jó? Oké, Roli visszön erre az oldalra. Az utolsó szakasz jön. Jó, felrogjanak egyet a centerek. Ja, nagyon fontos az, mindig föl szokták tenni a kérdést, hogy hogyan oldjuk meg azt, hogy a center ugyanannyit védekezzen, mint a libero. Mert ugye általában egy csapatban két libero van, elkezdünk egy mezőnyvédekező gyakorlatot,
centerek elő vannak, centerek nyitnak, centerek falaznak, és általában ugye elfelejtődik ez a dolog. Most én nyilván ezt kétféleképpen szoktam volt ugye megoldani, ugye vagy csinálok egy ilyen eltolt rendszert, hogy megpihentetem valamelyik ütőt, hogyha ennyien vagyunk, ugye feladót felviszem elsősorban, az átót most akkor megkérem, hogy fáradjon el, áttesszük a liberót egyesbe, és elmegy a center mindig ötbe védekezni. De ez egy nagyszerű módszer arra, hogy ugye egyrészt ilyenkor feladó elsősorban center egy lábra tudunk gyakorolni, nem építünk rá egyes helyen hátsó támadást, viszont a liberó bennmarad és dolgozik, védekezik, és a centerünk ugye tud védekezni, és tud ezekre a szituációkra gyakorolni. Most ugye ez fog történni, méghozzá egy olyan játék jön, hogy az egyik oldal kap ugye egy pörgetett laza ütést, 16-ból kell majd mindig védekezni, ezt mindig megmondjuk előre, hogy most mi arra dolgozunk, hogy 4-ből hosszú 1-es 6-os hely közé érkező labda van, a liberót ilyenkor ebbe a játékbét kivonjuk a dologból, csak nyilván a visszavédekezésbe kell dolgozni, és abból kell támadást építeni, ami megint csak meg van szabva általában, hogy melyik védekezésből ti hova szeretnétek visszapozicionálni a játékot. Most egy olyat fogunk csinálni, hogy 16-ból vissza egy láb széle és távolabbi zóna, jó? Itt most meg fog jelenni az a játék, mindjárt elmondom, meg fog jelenni az a játék ezen az oldalon, ami már mondjuk egy ilyen védekezésből egy picit magasabb szintű visszatámadásokat fog ugye jelenteni. Nyilván mérkőzésen ugye ezen az oldalon itt van egy feladó átlónk, aki mondjuk az elsősoros feladónál bármilyen védekezés van, behozzuk őt támadni valahol, most ezt kivesszük azzal, mert itt van a Kitty. És erről beszéltem ugye, hogy mi nálunk Békéscsabán a feladóhoz közelebbi, és a feladótól picit távolabbi hátsó soros támadó zónákat különböztetünk meg, és a játékosok ugye ezekben a zónákban, edzéseken ezeket általában leragasztjuk, hogyha amikor tanuljuk, papíralapú ragasztószalaggal, bár nem mindig sikerül jól megcsinálni, kicsit néha szedi a festéket is, de leragasztjuk, és akkor onnan érkezünk. Ugye mindig a hátsó soros támadó zónából érkező játékosnak mindig van egy párja a center, tehát mindig egy a mezőny védekezésből való visszatámadásban megvan szabva a feladónak, hogyha elől tyúkra hozza a center játékost, akkor mi távolabbi zónába viheti a pipot. Hogyha ötre viszi szúrt vagy ellépősre oda a center játékost, akkor közelebbi zónába hozhatja a hátsó soros pipot, és így tovább. Nyilván az egy lábnál is mindig rá van bízva, hogyha ugye egy lábnál van, mi általában ugye távolabbi zónát ütünk, azért, mert a center egylábas támadás, ami ide jön, mi az egyes támadó játékosunkat innen a hátsó sorba egy úgynevezett mínusz ütésre két blokk közé ide behozzuk, és nyilván a hatos sorból lévő, hatos helyen lévő játékos, aki a távolai pályát üti. Ez a 4 támadó játékos, ugye ez azért fontos, mert ugye a feladónak is ebben a 4 variációban kell tudni mindig gondolkodni. És akkor elindul az edzés, akkor először csak egyet szoktunk gyakoroltatni, utána már megadjuk a választás lehetőségét, hogy vagy egy és közelebbi és a 4-es ugyanaz, vagy hosszú egy láb és a távolabbi és a 4-es ugyanaz. Most ugye fogjuk erre az oldalra ezt, amit az előbb elmondtam, hosszú egy láb széle, távolabbi. Itt maradjál fenn Orsi most, jó, mert ott ugye maradjon hátul a Detti. Továbbra is a magas labda szituáció fog érvényesnek lenni. Annyit majd megcsinálunk lányok, hogy itt majd fogunk forogatni, hogy mindent kapjatok ti is. Tehát majd, amikor szokott forgás, akkor a 4-esek is egyet forognak, az átlók maradnak. Na mert! Tehát innen indulunk. Nem volt világos, amit mondtam. Hosszú. Okay. Jó, még egyszer. Nem baj. Még egyszer. Gyere egy kicsit ott, gyere a Oli mögé biztosítani, Detti. Ugye ez, amiről beszéltem, hogy ha nem mondod el 57-szer edzésen, akkor már a 8. ütésnél már a játékos csak így csinál, jóban már tudom, mi a dolgom. És akkor szoktam mindig mondani, hogy majd meccsen mondod neked, hogy tudod, mi a dolgod, na mehet. Hát mindig meg kell csinálni. Nem baj, nem baj, nem baj. Szép. Na még egyet ebből. Védekezés, át kell lépni a zónába. Jó, oké, megy a másik oldal, innen ugyanez, hogy jövünk ide, gyere blokk, blokk, biztosít. És itt most már szabad játék van ilyenkor. Bravo, Luca.
Nem baj. Forgás. Ütők egyet forogjanak, legyenek szívesek, jó? Két feladó átló cseréljen, tehát Orsi Gréta, két liberó cseréljen. Feladók azok maradnak. Centerek forogtak. Oké. Okay. Jó, mehet. Az Isten megadta nekünk a beszéd lehetőségét. Nyilván, amikor én ugye egyedül vagyok edzésen általában, de amikor ketten vagytok, vagy van egy segítőtök, akkor én javaslom mindig, járjátok körbe a témát, tehát hogy el kell menni megnézni minden szögből a csapatot, ha nem veszitek fel az edzést, mert a mezőny védekezésnek a különböző tempóit, hogy ki merre húzódott, odaérte, nem érte oda, miből mi volt a hiba, azt több szögből látva sokkal jobban tudjuk mi edzők magunknak följegyezni. Pozíció. Nem maradj le röviden, te nem vagy feladó. Itt, ugye? Beszél. És rá kell ütni. Bravo. Szép ejtés volt, Kinga. Tessék, ugye ilyenkor mi mehetőli közben, akkor közben kicsit beszélek. Ugye ahogy megyünk előre az edzésben, én is úgy szoktam csinálni, hogy most a Roland csinálta, hogy egyre erősebb ütések is jönnek. Tehát nyilván az eleje fontos, hogy meglegyen a pozícionálás, utána már jó, nem baj, na te hosszúba gyere, te, igen, mert te feladó átló vagy most, ugye nem feladó. Nálunk ugye különbség van, aközött, hogy az egyes védekező, megállunk egy picit, ugye különbség van aközött a mezőny védekezésben, egy átlóból ütött egylábas vagy kettes-egyes támadásnál, hogy az egyes pozícióban védekező játékos az ugye feladó átló, vagy pedig a feladó. Ugye ez 3-3 állás jelent. A feladót ugye én nem szoktam elküldeni hátra hosszan védekezni, tehát az nem az övé, hiszen ugye nekünk itt főleg utánpótlásban még az fontosabb egy picikét talán, hogy a feladó azért könnyebben bepozícionáljon a védekezés után és föl tudjon normálisan adni a labdát. Nyilván olyankor, amikor a feladóval van a hatos védekező hátul, az egylábas és az egyes, illetve a kettes támadások egy picikét nagyobb felelősségi zónája van a hosszú átlag ütött labdáknak, a feladó esetében a hatosnak, amikor pedig ugye a feladó átlóval, vagy bárki egyes védekező, ide van cseréltetve mondjuk valaki, akkor pedig értelemszerűen ez pont fordítva van, ővé egy picikét a hosszú, a feladóé ugye leszakadóba a rövidebb, a szűkebb átlós védekezés, és olyankor a hatos védekezőnek nem kell annyira átlóba húzódnia. Ugye erre az előbb láttunk két hibát, de azért, mert nyilván az Zoé, mint liberó, viszont régen védekezett egyes helyen. Mert Nem te, most szóltak. Ez lesz a vége, mindjárt most ez lesz a következő. A szép labda. Nem baj. Szóltam, hogy napban néztem, főnök. Oké. Okay. Nyilván a végtelenség lehetne ezt fokozni, még egyetlen egy dolgot fogunk megcsinálni. Nyilván ezekből a különböző ütésirányokból elindított védekezésekből a játékban nyilván akár innen négyes oldalról hosszú átló, rövid átló, ejtett labda, pörgetett labda, bármi jöhet, és ugyanez a másik oldal is megtörténik, hogy innen indítunk el. Hazudtam, mert még kettő feladatunk van. Van egy olyan, mi szoktunk olyat csinálni és úgy dolgozni, amikor ugye megszabjuk azt, és mindegy, hogy hol van az edző, most én egy labdára átmegy, aztán majd Róli fog dobálni, amikor a második feladás, vagy a második labdaintés az egyből a feladás kell, hogy legyen. Ez mindig általában egy magas labdás szituáció, ez a csapat ez beáll, és ebből egyből dolgoznunk kell. Hát ebből muszáj egyből dolgozni, és nyilván vagy a feladó, vagy a bármelyik játékos
Oké. És lehet a feladóra is dobni, és mindegy, hogy honnan dobjuk. Tehát át is szoktuk dobni a túloldalra, egy magas labdát fel kell dobni, de mindig az edzőjé a csapat első érintése. Mert. És ebből kell játszani, és a túloldalnak ebből kell igazítania a free ball. Jó, megállunk. Itt ugye megint egy olyan védekezés hibára láttunk példát, ami gyakran ugye, amikor mi edzők, akik ilyen vehemensebbek, mint én, torka szakadtából üvöltenek a játékossal mérkőzésen, akkor nem szokták érteni anyukák, hogy miért. Ugye azért, mert ez a szituáció, hogy fel van eleve, kettő az egybe áll az ellenfél, tehát elsősoros a feladó, elmegy hosszú egy lábra, vagy hátul egy lábra a center. Ugye mi azt játszunk, hogy nem rakunk kettes blokkot az egylábas támadóra, mert a kettes blokkot szeretnénk rá tenni, és azt mondanánk a centernek, hogy menjél el, blokkoljál az egylábra, akkor egy kicsit is képzettebb feladó már erre az első lépésre egy blokkra hozná szén a Brigittát, aki elég jó ütő, vagy a Lilit, aztán bevernék úgy a labdát, hogy följön a talajvíz. Tehát, hogy nyilván nem kérjük ezt meg, a center játékosnak ugye a védekezési feladata a hosszú egylábnál nálunk mindig az, hogy induljon el, és az ejtett labdát fogja meg. Ez azért fontos, mert az egy lábra ugye a szélső blokkolónk ugye az 5-6-os hely közét fogja a labdát nagyjából blokkba, a liberónak ki kell menni az antenna és a 4-es pozícióban blokkoló játékos keze közé mellé, és nyilván a legsebezhetőbb pontja egy hosszú egy lábnál a visszaejtett labda, akkor, hogyha a center nem csinálja a dolgát, mert a liberó onnan nem mindig éri el. Nyilván felnőtt bajnokságban Molcsány Rita már eléri a Sztén Renáta, vagy a Tóth Fruzsi sokszor, hiszen a játék olvasó képessége olyan a játékosnak, hogy ő lenéz, észreveszi azt a 20-30-40 centit, vagy azt a 1/10 másodperces késést is az ellenfél játékában, amiből ő már fogja tudni olvasni, hogy mi történik. De ugye itt U17-ről, meg U15-ről beszélünk, itt még először egy alapot meg kell annak adni, hogy hova menjen, és ezért nagyon fontos, amikor center játékosunk nem lép el, de egy lábat választ az ellenfél, tehát egy bentebbi labdából le kell váljon a feladóról, vagy a center párja elindul, akkor ez az ejtés, ez legyen meg. És ez egy nagyon fontos dolog, hiszen hogyha ő ezt nem védi, akkor egy idő után bizonytalanná válik a liberó, és akkor itt kialakul egy olyan probléma, hogy pont 20 fölött fogsz kettő olyan ejtést kapni, ami egyébként simán meg lenne, ha csináltad volna a dolgodat, csak pont akkor nem mentél, és ezért ott hagytad. És ezt nem szabad, és ez edzésen én tudja Kamilla, és én mindig megállítom az edzést ilyenkor, mert ugyanaz, hogy nincs ilyen. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy azt a legkönnyebb kettőt lépni, és egy ejtést megfogni, hiszen nem volt egyéb dolga a centernek. Na mert... Fönn a kéz. Jó, ami bejött a Decinek. Gyere, megint magas labda jön, figyelj! Deci egyből föl, magas, túloldal szólaljon meg! Oké, egy pici érdekesség, hogy ugye a magas labdát feladni olyan könnyűnek tűnik, tényleg általában. Általában Magyarországon a feladóknak a 95%-a nincsen még rá felkészítve, mert vagy nincs meg a kellő ereje, vagy nem jó technikával akarja a magas labdát feladni. Ugye a magas labda feladása az elején az mindig a lábon és az alapon, a fundamentumon múlik. Magas labdát csuklóból meg úgy földobni onnan, hogy az a labda esik rá a feladóra 8 méter magasról, egy óránként 70-en megütött labdát elvédekezik valaki, és abból felemelni pontosan olyat, úgyhogy egy csuklóból oda akarom lőni, akkor olyan dolgok szoktak történni, mint az előbb, vagy itt az előbb, hogy a labda beljebb van 4 méterrel, meg 3-mal kijebb, és már üthetetlenné válik. Amikor egy csapat magas labdás szituációba kerül a védekezés miatt, akkor mindig nagyon fontos az, hogy a feladó vagy a liberó, aki beleje, megadja a stabilitást annak, hogy az egy magas labda feladás lesz, vagy ugye, ha nem feladóról beszélünk, akkor egy stabil, nyugodt alkarral, amiből beleteszek kis lábat, a feladásról pedig ilyenkor mindig elején U15-be, U17-be kell a láb. Tehát abba bele kell állni stabilan, és lábból meg kell nyomni a bubánatba föl a labdát jó évben, mert nagyon-nagyon-nagyon nehéz ugye innen mondjuk ebből a 1-es-6-os pozícióból föltenni egy olyan magas labdát oda a szélére, amire jó tempóban 4-es támadó rá tud zuhanni. És azt már U17-ben is látjátok, hogy ugye ezek a lányok 2000
2005-6-7 és van, aki 2008-ban született, tehát őtőlük is megvan már ezt követelve, hogy a magas labdát azt támadni kell. Viszont annak alapfeltétele az, hogy ezeket a feladó föl tudja adni, és ez erre jó gyakorlat, hiszen földobja az edző nagyon magasra sokszor a labdát, és bizony-bizony abba bele kell állni, és abba pontosan kell játszani. Na jó, na próbáljuk ezt meg még kétszer. Bravo, Kitty! És láttunk ott egy szép játékolvasást. Jó van, nem baj. Másik ilyen apróság, és még bőven az időben vagyunk, hogy én azt is mindig el szoktam mondani, ezt már lehet emlékeztek rá, aki itt volt a legutóbbi előadáson, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy amikor a labdákat dobálunk, és az edző által indított labdából dolgozik a feladó, akkor ugye az ne csak egy úgynevezett tiszta dobás legyen, ne csak olyan labdát dobjunk föl a feladónak, ami nem pörög, nem nehéz, hanem hozzuk a feladót nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, hogy egy törgetett labdából kelljen neki dolgozni, hiszen általában a mezőny védekezéseknek a nagyon nagy százaléka ugye az egy pörgetett labda, mert az ütést úgy védekezzük föl, hogy maga a labda a levegőbe pörög. Tehát, így én nem szeretem, mert ez egy könnyű labda, míg egy mezőny védekezésből ez egy nehezebb. És hát nyilván a jó feladók előbb-utóbb szépen kistabilizálják azt a labdát, és nem fújják rájuk a kettőst, de ez is egy fontos része annak, hogy amikor fölkészülünk úgymond egy mezőny védekezéses játék, akkor mindenféle fajta labda típus érkezzen meg a csapata. Legyen az feladó, legyen az libero. És az egyetlen utolsó mai gyakorlatunk, amikor az edző ugye a blokkra dolgozik, ez ugye lehet, amikor csapatjáték gyakorlat van a két csapat egymás ellen, foroghatunk egyet közben csajok, hogy két csapat egymás ellen, lehet betenni blokkgépet, és akkor csak egy oldalt van a csapat, és a blokkgépre dolgozunk, és abból kell támadást építeni, majd egyszer hozunk olyan feladgyűjteményt is, de akkor ide bepozícionáljuk a blokkolókat, és akkor azzal kezdünk, hogy az első labda, és nem én vagy ütött, az első labda ugye a blokkra érkezik. Mentse egy kicsit kijebb lép, jó? És abból annak az oldalnak dolgozni kell. Mert. Satu, hát ebben lesz egy-két belenézés, egy-két ilyen fogorvosi eset, de aztán már másodikra megvan, de még sincs. Oké, nem baj, ilyenkor mindig szoktam mondani, lányok, itt a liánokról a majmokat küldjük ki, mert a dzsungelröplabdát azt felejtsük el. Hajrá! Megy tovább. Ilyenkor tovább kell akkor is játszani. Nem baj. Ugye azt láttuk, hogy nem állunk meg, tehát tovább játsszuk akkor is a labdát, hogyha az edző ráveri a hálóra vagy az antennára, mert én mindig szoktam mondani, hogy Józsi bácsi majd nem látja meccsen, hogy az nem blokk volt, és akkor azért nem ijedünk meg, vagy nem állunk meg, mert plusz még ugye nyilván dolgozunk. Tovább. Bravo. Szoktam mondani, hogy mindig bírja megállni egy feladó, hogy mikor teheti át a labdát másikra, meg mikor nem. Rami, ez nem az a szituáció volt. Gyere, ha másik irányt válasz. Nagyon fontos az, és látjátok ebben, én erre is szoktam hangsúlyt fektetni, hogy soha nem ijedjünk meg egy szituációtól. Tehát amikor mindig én azt hallják mindig a lányok, hogy nyugodtan, ne kapkodj, fölpattanj a labda, vissza a blokkra egy labda, mindig én azt szoktam kérni, hogyha bírod, akkor engedd lejjebb azt a labdát. Nem baj, hogyha a blokkról visszajövő meg az első érintésbe beleteszünk egy lábat és megemeljük, mert utána tudunk nyugodtan ugye váltani, és például az előbb a feladó átló a biztosításból ki tud érni visszatámadni. Na, nézzük meg! De itt a négyes ütő a lencse, aki üt, tehát ő neki nem kell föltétlenül ütést biztosítania, de nem baj.
Bravo. Nem baj, nyilván a másik oldal. Nyilván itt is variálunk mindig, tehát ugye a labdás kocsi nem csak itt van, hogy nem csak az az oldal kap kettesből, ez meg négyből támadás, de most nyilván nem megyünk körbe, ha nem vonakszatok, mehet még egy kicsit. Most volt az a szitu, amiről az előbb beszéltünk ott a túloldalon, hogy a hatos védekezőnek nem kellett volna ennyire vonalba húzódnia, hiszen egy rám szakadéknyi hely volt az Orsi és a Linci blokja között, mert... És hozott. Majdnem. Itt volt egy free ball, amit a Luca szépen oldott meg. Mondja. Nem baj. Bebú, volt itt egy free ball szituáció, Lucának kellett átvenni, ez is a mezőnyvédekezés része, hogy azt is tanítjuk meg, tanítsátok szerintem azért időben, hogy nyilván egy free ballnál mindig az a csapattudatnak lenni kell, hogy van-e liberó a túloldalon, tehát hogy kinyitott center van ebben, vagy liberó játékos van benn, hátsó vagy első a feladó, hol vannak sebezhető pontok. Ugyanennek a viszont válasza meg kell legyen edzésen, ezeknél a könnyű labdás szituációknál láttátok az előbb a Luca, innen ugye a ötös helyről betette ide két hely közé szépen röviden a labdát, ezáltal ugye kivéve az ellenfél gyors center támadását, tehát már ugye azt a helyzetet próbálta meg előidézni, hogy vagy leesik a labda, vagy biztos nem lesz center, és vagy valószínűség kettes sem, tehát ugye a csapat, ha erre taktikailag föl van készítve, hogy mi tudjuk, hogy röviden tesszük a freeballt, akkor neki már ugye az ellenfél freeballjánál már pozícionálni kell a center blokkot jobbra, vagy akár esetleg egy pipe-ra. Ezáltal már megint egy tized másodperccel, egy fél másodperccel előnyt szerzünk. Na zárjuk le egy utolsó széppel ezt a mai előadást. Aki beüti, egy csoki. Róli a csoki, de ő nem ér. Oké, aki beüti, egy csoki. Nézzük. Oké, a Róli fizeti a csokit, ezért. Na jó, nem baj, nem baj, gyere, szerintem ütéssel kell véget érjen. Nálunk az mindig egy alapszabály azért, hogy bizonyára ti is tudjátok, hogy ne fejezzük be rosszul az edzést. A balak is jó, Lincinek már két csokia van. Jó van, lányok. Én megköszönöm a figyelmet, remélem, hogy élveztétek. Köszönöm szépen a csapatnak, hogy így vasárnap délután odaállt. Gyertek, kiabálunk egyet, lányok. Gyere, kiabálunk egyet. Szép volt. Szép volt. 3-4. Szép volt. Pakolunk. Köszönöm szépen. A magam részéről nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien regisztráltatok, eljöttetek, és hogy még ilyen sokan kitartottunk a végéig, mert általában az edző továbbképzéseknek a legkritikusabb pontja ez az utolsó előadás szokott lenni, amikor már mindenki nagyon kifele kacsingat. Kirakom a aláírni valókat. Most én nem fogok oda nézni, véletlen alá lehet írni ahelyett, aki nincs itt, mert látta, egy kicsit megfogyatkoztunk. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy jól érzitek magatokat, és a következőn is találkozunk.